Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit itt az eredeti fény zen templomában. És úgy látszik, hogy rendhagyóan avval kell kezdenem a dharma beszédek előtti bevezetőt, hogy mitől van az, hogy így kalapál a szívem, amikor ezt kell tennem. Holott ugye hivatásomból kifolyólag több százszor, több száz ember előtt, vagy ezer fölötti Létszámú nézőtéren is kezdtem egyedül előadást, és mai napig színpadon vagyok. Próbálom mindig megfejteni ezt a dolgot. Biztos, hogy benne van egy kicsit az is, hogy majd az erről kell beszélnem. Hogy mi van? Tehát, hogy majd az erről kell beszélnem. A mestereknek ugye könnyű a dolga, mert nekik vannak kérdéseik. Úgyhogy hódolatom minden bevezető mondóé visszamenőleg és előre is, mert hogy itt monologizálni kell. Talán a figyelem energia dobogtatja meg ennyire a szívet. Az izgalom, hogy majd mit fogok mondani, pedig még van ilyen kis listám is, hogy, hogy mi van. Úgyhogy rengeteg dolog eszembe jutott, jobbnál jobb ötletek, és mindig arra gondoltam, hogy Dok milyenkor azt szokta mondani, hogy ezeket mind tedd le. És akkor nézd meg, hogy a pillanatban mi, mi az, ami születik, mert az lesz a legvalóságosabb. Tehát a legjobb ötletet is felül fogja múlni a pillanatban való intuíció. Úgyhogy készültem egy kis karácsonyi meglepetéssel nektek, hogy ne csak beszélni kelljen a zenről, hanem akik már gyakoroltatok vagy gyakoroltok is kapjatok egy kis ajándékot, meg akik még soha nem gyakoroltak, azok is kapjanak egy kis ajándékot. Úgyhogy mielőtt elkezdenék beszélni a zenről, kérem, hogy egy percet töltsünk meditációval, helyezzétek magatokat kényelembe, tegyétek a combotokra a kezet, vagy ahol kényelmes, szem maradhat nyitva, előre nézzünk a padlóra, nem egy pontot, és egy percig csöndben maradunk egymás társaságában. Köszönöm. Az első címem, hogyan engedhetem meg magamnak. Amikor ismerőseimnek, barátaimnak mesélek arról, hogy zent gyakorolok, buddhizmus gyakorolok, akkor nagyon sokszor nekem szegezik ezt a kérdést, hogy hogyan engedheted meg magadnak. És akkor én ezt próbálom nekik magyarázni, vagy elmondani, hogy hogyan is, aztán amikor lefolyik ez a kérdés-válasz dolog, és tovább haladunk, akkor sokszor fölmerült bennem, az aztán a következő ilyen kérdésnél már visszakérdeztem, hogy és te hogyan engedheted meg magadnak, hogy nem jössz el egy elvonulásra? És ez, ezzel akkor szembesültem, amikor már két-három hosszabb, rövidebb elvonulást itt volt szerencsém eltölteni, hogy mi is az, ami, amit csinálunk helyette. Most fölmerült, hogy egy fizetőssé vált idén először, hogy ez a dolog, és ma föl se lett bennem, hogy mennyi is az annyi, számoljunk utána. Ha Budán parkolsz, az óránként 440 forint. utána lehet számolni. A tárgyunkat, közlekedő eszközünket, fontos dolgunkat ott elhelyezzük néhány órára. Óránként 440 forint Úgyhogy ennyire drága vagy olcsó ez a... Ez az elvonulás. hogy hogyan engedhetjük meg magunknak? nagyon örülök, mert körülbelül már olyan egy évnél tartok, ha megnézem az elvonulási Napoknak a számát. 46 éves vagyok. Otthon nem nagyon tudok gyakorolni, nem tudok leülni. Sokszor megpróbáltam, azt hittem a 90 naposok után, hogy úgy most már nekem mit nekem. 30 perc otthoni egyszerű ülés, hazamegyek és észre se veszem, és nem. Nem működik, úgyhogy ez még előttem. Előttem áll. Hát, hogyan engedhetem meg magamnak, hogy nem ápolom az Istennel való kapcsolatot? Mert ugye ha ateista vagyok, ami inkább a, az előző érába, hogyha csak Magyarországot nézem, volt divat, akkor ugye nincs gond. Akkor erről lehet hosszasan beszélgetni, hogy, hogy miért. Ha, ha vallás gyakorló vagyok, sok olyan művész és egyéb tarkabarka barátom van, aki kereszténynek vallja magát, de nem imádkozik, és nem ér templomba akkor vajon mit csinálhat gondolkodik értelmez átél megél különböző saját eszközöket használjó vagy rosszul ugye mi is történik itt valójában tehát hogy ha mondjuk veszünk egy most már ugye G5-ről beszélünk telefonba is. Megveszük a legmodernebb készüléket, csodálatosan működik. Minden rajta van, bárhova eltalálunk vele, minden tud. Sokkal többet, mint mi. Két és fél napig. Tölteni kell. Nem töltjük, akkor nem megy. És két és fél naponként tölteni kell. Akkor tud mindent, de ha nem töltöd, akkor nem. És azt gondoljuk, hogy az autónk elmegy tankolás nélkül, a telefonunk töltés nélkül, a házunk télen fűtés nélkül, bármi, és akkor mi is elmegyünk az isteni kapcsolat nélkül. Tehát leélünk itt 60-70 évet, és a legfontosabb kérdés a laikus olvasataim szerint az, hogy mi értelme az életnek, és ebben mi keveset foglalkozunk. Nagyon hasonló ez mondjuk a zongora tanuláshoz, vagy bármilyen hangszeres tanuláshoz, vagy egy sporthoz, vagy egy nyelv elsajátításához. De hát semmi más nem történik, mint hogy elkezdünk gyakorolni. Először megtanuljuk, hogy mit gyakoroljunk, és aztán gyakoroljuk az angol nyelvet, vagy zongorázni és egyre jobban zongorázunk, egyre jobb a billentésünk, egyre több darabot ismerünk. Tehát nulláról indulunk, és mondjuk három, harmadik évben már azért ugye el tudunk beszélgetni angolul. De ezt gyakorolni kell. Ha nem gyakoroljuk, akkor nem tudunk angolul, nem fejlődik a, az angolunk, nem fejlődik a zongora a készségünk. Meg tudunk egy csomó mindent a zenéről, meg tudunk egy csomó mindent a hangszerekről, ha nyelvet tanulunk, akkor az adott népről, a kultúrákról, mindenről. Ugye a gyakorlással, a meditációval magunkat kezdjük meg kiismerni. A testünket és a szellemünket, az elménket, és ami azon, azon túl van. És bármikor, bármilyen helyzetbe kerülünk, akkor kotta nélkül lejátszani legalább az alapdarabokat. Mikrokozmosz. Tehát ezt nem gyakoroljuk. Nagyon sok mindent gyakorolunk, ezt nem gyakoroljuk. Azt hiszik, hogy ez így van, ez nekünk így megy, és amikor rájövünk, hogy nem megy, akkor lehet ez a faustikor előtt vagy után, teljesen mindegy, akkor lehet, hogy eljövünk ide, és akkor meg, megkérdezzük, hogy akkor hogy is működik ez az én. Mi ez? Na, egy kicsit vidám a tévára váltok. Hogyan nem világosodtam meg? Másfél vagy két évvel ezelőtt egy, egy meditációs ülés során éppen meglehetősen le voltak csillapodva a gondolataim, és azért nem nagyon, csak egy kicsit, és beúzott egy olyan gondot, hogy ja Isten, hát meg nem világosodjak én itt. Még véletlenül itt ülök, és így ping! Mert hát akkor mi lesz a kis csúkszoros, jó bevált, már tudom, hogy mi hol van, jó ez nekem azért, hát azért úgy, életemmel, mert hát az egy felelősség, kérem szépen, tehát egyszer csak kapok róla egy ilyen plecsnit, vagy valami, el is mesélem, hogy mi volt, én előbb megvilágosodok, mint itt bárki, és akkor azt ugye hordozni kell. Jó rosszul elkezdek mondjuk kábító szerezni, vagy limuzinokat gyűjteni, vagy tehát, hogy vagy nem. Tehát ez egy felelősség. Felelősség lesz, és mondom, hát, hát, hát akkor az nem úgy van, tehát akkor az már úgy... de nagyon tiszta, tiszta volt ez a pillanat. És az ilyen tiszta, tiszta gondolatokat el szoktam mondani Méknak. Akkor éppen ketten interjúztattak, gyorsan átfutott az a gondolat is a fejemen, de hát, hogy szegények, hát ez nem fog az nekik elmondani, hogy milyen szóróak lennének, hogy azért álljon meg a szakszervezeti taggyűlést, tehát hogy azért így jó ez a megvilágosodás, de úgy távol, tehát így. Aztán úgy, úgy el is múlt ez a dolog, és talán még aznap hogy másnap interjúk voltak, bementem az interjú szobába, és a következő interjú fogadott, nem a házi feladat interjú, hanem amikor egy könyvet így tesznek, kinyitod, és ott van valami. Következő interjú. Az egyik nehezen kimondható nevű zemmester ellátogat a másik nehezen kimondható nevű zemmesterhez, és megkérdezi tőle, hogy te hogy lehet az, hogy a harmadik, nehezen kimondható nevű zenmester már kalpák óta gyakorol, és még mindig nem világosodott meg. Erre azt mondta az első zenmester, hogy hát azért, mert nem akar. Úgyhogy ennek is a mélyére tudunk nézni ezekben a pillanatokban, amikor így el csendesülünk, lecsillapodik az elme, lehet, hogy valamit nem akarunk, attól nem jön létre, csak nem tudjuk, hogy hát ez nekem miért nem sikerül, vagy miért nincs ezen vagy azon, vagy miért nem vagyok ilyen vagy olyan. Lehet, hogy nem akarom félek tőle. Ez is benne van, a, benne van a, pakliban. Minőségi párkapcsolat. Ezt csak teoretikusan tudom elétek tárni, nem vagyok még ennek a tapasztalatnak a birtokában, viszont úgy éreztem, hogy ki körvonalazódott bennem egy olyan, olyan, teória, amit, amit elétek tárok, és lehet, hogy mesterséges intelligencia egyszer majd valóban lesz minőségi párkapcsolat. Tehát tényleg végtelenül laikus, ne gondolja senki, hogy ez a buddhizmusnak valamilyen megfejtése. Ez csak ilyen kis házi szöttes. Hát arra gondoltam, hogy hogy is van ez a lélekvándorlás, hogy mi megy tovább, mert hogy a test az, az isápor és hamú. De ugye az sem tűnik el, vagy nem jön el az a pillanat, amikor már hmm. nincsen. Mindig folyamat, folyamatosan átalakul valamire, egyre kisebb, kisebb, kisebb lesz, és nem tudom, mi lesz belőle, de olyan nincs, hogy és aztán már az, egy idő után már aztán nem volt. Tehát mindig van valahol, jön, megy a testnek a, a, maradványa. Mi van a szellemmel vagy a lélekkel? Ugye ez vándorol, de itt ugye nem azt mondjuk, hogy szellem vagy lélek, hanem azt mondjuk, hogy elme. Édesapámmal vitatkoztam erről, ő materialista, ami van, ő neki saját istene van, ő azt tudja, tudja, hogy hol lakik, merre kell menni, tehát ő, ő képben van, nincs, nincs mesele, 84 évesen is, minden rendben van. Azt elfogadta ő is, hogy van valamilyen magasabb vezérlő elv, ami ezt a valamit mozgatja, ezt a szívet, ezt a lelket, ezt az agyat, ezt a testet. Nem, nem az, a, az a végső, végső irányító, hanem van valamilyennél teljesen magasabb ö, dolog. És akkor arra jutottam, hogy ha amit ez irányít, az nem képes az eltűnésre, tehát mindig válik valamivé, akkor hogy lenne képes maga az irányító minőség? Elmúlni, meghalni, nem lenni. Tehát megmarad, valami marad. Valami marad Pista után, ugye a teste nem, a szelleme, szellemisége, szobra, könyvei, nem tudom én, darma beszéd megnyitói, bevezetői. És az lett erről az elképzelésem, hogy ez egy minőség. Úgy neveztem magamba, hogy ez egy minőség. Tehát arra van a lehetőségünk ebben a 60-70 évben, hogy milyen minőséget gyártunk le ahhoz képest, amit már lehoztunk. Tehát már valamilyen minőség van, legyen ez a karmánknak a minősége, és a minőségi borok jutottak eszembe. Vegyünk mondjuk egy tokai asszút, és annak az ellenpontját, egy tablettás bort. Tehát az én döntésem nyomán, születik meg az, hogy én most ebbe az életbe kannásbor csinálok, az nagyon egyszerű, mert három tabletta, 2000 liter víz, nagyon gyorsan kész van, és gyorsan el lehet adni, és ezt folyamatosan lehet csinálni. Vagy pedig tokai csinálok, amikor minden nap nézem, hogy honnan süt a nap mennyit süt, fokoló, cukor, ez az, eperhordó, kutyafüle, mindent. Tehát ez, ez, a, ez az én választásom. Jó esetben. Ha lőnek, akkor nehezebb a dolog, de amíg nem lőnek, addig jobbára az én választásom, akármilyen nehéz helyzetben vagyok is. Na most, ha azt választom, hogy ezt a minőséget a tokai asszú felé viszem, akkor vegyük, hogy meghal a test, csinálja maga a dolgát, elmegy valahova, valamivé alakulnak az ő alkotóelemei. Szellem, lélek, ilyesmi, az kihagyom a képletből, hanem azt mondom, hogy mindez és minden összessége az elme, és ez az elme minőség, amit én, amin én dolgoztam, vagy nem dolgoztam, jól tartottam, vagy nem tartottam. Mi történik ö, a következő körbe? Tehát amikor úgy dönt ez a minőség, hogy akkor ö, jön és segít minden érző lénynek, hogy elérje a megvilágosodást. Akkor ö, akkor már nem, tehát nem pistike jön vissza. Tehát van, van, ez az éle, ö, életek utaztatás, hogy mi voltam, sok katona karmán volt, szerzetes karmán volt, ilyen karmán volt, olyan életem, ilyen életem, nem tudom milyen életem. Ennek a minőségnek lehetette az, tehát nem az én. Az éntelenséget is így sikerült megértenem, hogy mi az, hogy veszítsd el az énedet. Tehát, hogy visszamenőleg értettem meg, hogy ott ebben nincsen. Tehát sem ami elmegy, sem ami visszajön, az nem rendelkezik énnel, ez nem függ élettől és haláltól. Tehát nem te fogsz újjá születni, hanem az a minőség, amit jó vagy rosszul legyártottál. Ugye sokszor rákérdezünk darma beszédek, vagy interjú során, hogy, hogy de hát hogy lehet, hogy a szomszédnak még olyan jó, meg így hasít, meg barom jó, meg így tényleg így mindenki mosolyog. És akkor ugye azt a választ kapjuk, hogy az előző életekben annyi pozitív karmát hozott létre, hogy most van miből tékozolni, nem is nem én is látom itt a szomszédot. Ja, de ott van. Ez, ez a laikus verzió már erről, erről a lélekvándorlástól, hogy, hogy egy minőség, ami döntésünk nyomán születő minőségnek a fejlesztése, javítása. Az, ami ne, ráhatásunk van, és ugye, hogy jön ez a párkapcsolathoz? Hát úgy, hogy ugye össze vagyok zárva ennek a minőségnek a hordozójával, ebből a hordozórakétával. és ugye ennek van egy minőség része, és van az egyéb része, az egója, a teste, a lelke, és mi köztük a kapcsolat. Tehát el tudom-e viselni, hogy ezért a minőségért én felelős vagyok. Akarok-e felelős lenni ezért a minőségért? A páromnak a minőségért. Úgyhogy ennyit a párkapcsolatok minőségéről. Elbújtam egy fa mögé. Egészen ilyen zenes címek lettek ezek. Hogy egy kicsit a mágiáról is beszéljünk és a tapasztalatokról. Álomban létrejöhet az, hogy Elbújsz egy fa mögé, és megnézed, hogy ott vagy -e. Ez ugye oké. Okay. Meditáció közben, tehát hogy mi, na, mikor, de akkor mikor már jó? Mikor jó már? Most már jó, most már nem gondolok semmire, de... Mikor jó már? Az mondjuk egy jó tapasztalat, hogyha mint az álomba elbújsz egy famögé, benézel a fa mögé, és nem vagy ott. Az kemény ott nincs kérdés. Tehát nem tudom ebbe a meditációs 50 percben mit nézegettem én a fa mögé, de, de, nem voltam ott is. Annyira megörültem neki, hogy aztán ezt így el is hússan nagyon gyorsan ez a dolog, de, de akkor ezt a tapasztalatot, tehát ez a meditációban mágikus tapasztalat, hogyha az, valaki ezért jön, mert már az lsd nagyon kész van, de azt mondták, hogy ezt az ét is lehet hozni ezt a, a dolgot, akkor ez itt van. Minden pillanatban, ha vigyázol, hanem egyszer csak ping, és ott, ott vagy valahol, ahol még nem voltál is. És aztán rájössz, hogy, ja, de nem is vagy ott. Fú, akkor ez most sikerült. Tehát, hogy néha sikerül. A szensz nyilván meg is lehet tartani, hogyha. Ha ügyesebb, vagy ha már így bejött ez, a, ez az LSD dolog, még a, a, eszembe jutott, mikor készültem a beszédre, hogy az Ayahuasca-val mi a helyzet, ugye vannak ezek a szertartások, amik sokat ígérnek önismeretből. Nem is ö, 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 hiába. <coughs> Tehát el kell menni, ugye be kell szedni ezt a nem tudom pontosan kaktusz származékot, mexikói, ilyen olyan, dél-amerikai sámánok vezéletével és az ő segítőikkel, két-három nap, és akkor ez egy olyan révületet okoz, amit hát nagyon régóta használnak, és valóban el lehet vele érni egy ilyen éntelenséget, egy isteni kapcsolódást, hogy ezek ilyen tradicionális törzsi drogok, mint a pejot, vagy a meszkalin, vagy egyéb dolog. Ugye úgy néz ki, hogy ezt beveszed, és akkor nagyon sokat hánysz tőle. Szerintem kihányod az énedet. És akkor ugye ebbe így ülsz egy kicsit, vagy így el vagy. De hogyha ezt legközelebb is szeretnéd, tehát ezt az éntelenséget elérni, akkor megint el kell menni hányni az strapás azért. Tehát nem tudom, szerintem kettő-három után már többen meggondolják, hogy, hogy akkor ilyen áron kell ez. Másrészt meg nem marad meg az a tapasztalat, mert valamit kívülről be vittél be. Valamit kívülről vittél be. Nem belülről csináltad meg magadnak 30 nap alatt azt a egy-tíz-tized másodpercet, amíg benéztél a fa mögé, és nem volt ott senki. Mert ezt tapasztalat, tehát ezután elhiszem a buddhizmust, ezután elhiszem a zent, ezután elhiszem magam jó esetben. A test beállítja magát. Ez is egy kicsit ilyen mágikus dolog biztos sokan tapasztaltátok. Csikungba tapasztaltam hasonló csikungozás közben, faállás közben. Beülünk, és én még nem tudom ki, ki, hogy ül ilyen burmaiba, vagy fél lótuszba, ilyenbe, én ilyenbe ülök szájzába. Ezt bírom sokáig. És azt csinálja a test, hogy mind, az is mindig fölmerül az a kérdés, hogy akkor most hogy? Kicsit előrébb, kicsit hátrébb, ú, most nagyon fáj, akkor kihúzom, akkor ide veszem, oda veszem, adova veszem, most már mindenhol ültem. Na, most így is mégse jó, akkor most megint előről kezdem ezt az egészet. Mert hát, hogy jó? Ha, ha lecsillapodik az elme, le tudod tenni a sok gondolkodást, elfáradsz, sokat gyakorolsz, leborulsz, énekelsz, akkor észreveszed azt, hogy csinálj ilyet. Így magától. Se előrébb, se hátrébb, így marad. És észreveszed, hogy hát ez bizony nem én csináltam. Nem gondoltam, nem terveztem meg, nem mozdultam meg. Ezt ő így magától. Na, most már megfigyel, akkor mi lesz még? Még előre van 40 centi, hátra 120, de megfogjuk és. Akkor nem fogod meg, hanem így figyeled, hogy nem szólsz bele. Csinálj ilyet, hogy. Tehát így tudja a dolgát, tudja, hogy ő, hogy, hogy szeretne éppen lenni, mi a, mi a jó neki, mi a, éppen a, a fölvett energiát, vagy leadott energiát hova teszi. Röviden kapcsolódnék ahhoz, hogy, hogy hasonlóan a betegséggyógyuláshoz, hogy, hogy sokszor útjába állunk ennek a dolognak. Tehát mi, mi magunk állunk útjába annak, hogy tehát kiveszem, kiveszem, lazítom, 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 csak azt tart, ami azt a helyzetet tartja, és akkor utána ő dolgozik magától. Megcsinálja magát. Nagyon érdekes. Tehát, hogy hagyjuk-e magunkat nem állunk e útjával pont annak a dolognak, és ez gondolom, hogy nem csak testileg működik, hanem, hanem egyébként is légzés hasonlóképpen, tehát hogy, hogy egyszer csak az, hogy jé, most nem, nem szuszoktam", vagy nem lihegtem, vagy, vagy levegőt nyilván vettem, mert még itt vagyok. Ja jó, akkor ez is megy, tudjátok. Nyilván lehet neki segíteni, tehát a gerincnek is a deréknek, hogy lehet nyújtásra segíteni jogával, mindennel. Pránajáma, a zseniális pránajáma a, a légzésnek. Jó, rossz mikroszkóp. Ugye milyen, milyen, a, a zen, amikor Szunyi fölkért egy héttel ezelőtt, most adott időt, tehát nem az utolsó pillanatban szólt, mondta, hogy készülhetek, olvashatok, gondolkodhatok. Az örültem, nem örültem, jó ez, rossz ez, egyébként is mit keresek én itt, kik ezek, ezek azért elég dinamikusan változtak egészen a ma, ma estéig, de még az elmúlt három órában is. Mi az, amit kapunk a zen gyakorlat által? Hogy ez most jó nekünk? Egyáltalán nem érzem, hogy az lenne, vagy hogy rossz, azt néha azért érzem, hogy most nagyon rossz. Kapunk egy mikroszkópot, ami alatt nézhetjük a döntéseinket, viszonyulásainkat, reakcióinkat, gondolatainkat, mindent. És ez a meditáció által, ez egy mellékterméke, ez folyamatosan élesedik ez a mikroszkóp. De nem jobb lesz az életünk, én nem, nem látom, hogy, hogy jobb jobb lenne. Sőt, tehát néha a hátam közepére kívánom, hogy ez borzalmas, hogy én ide valahova be, valaha beléptem. De egyre élesebb ez a kép. Egyre valóságosabb, és, és, és ennek felelőssége van. Felelőssége van. Tehát egyre jobban látom, egyre gyorsabban látom, hogy, hogy kicsértek meg egy pillanat alatt, csak abba, hogy hogy szólok rá, hogy csukd az ablakot. Jó, de hogy? És aztán annak mi lesz a következménye? Tehát hogy hozom létre a rossz karmát? Pillanatról pillanatra. Mert aztán nem tudok rá szeretetteljesen nézni, mert az előbb úgy szóltam hozzá, mint egy kutyához. Az édes kedves éppen az előbb. És akkor aztán megyek, bocsánatot kérek, vagy Hát ezt meg kell előzni. Tehát, hogy ez nem jó. Hát a meditáció által ez élesedik ez a dolog, és egyre élesebb lesz, és ennek a felelősséget el kell viselni, nem csak magam felé, a világ felé is. Élesebben elkezdem látni a valós viszonyulásokat, ha elfogadom, ha hiszek ebben a rendszerben, ami azért vajuk belég jó. Tehát, ami bőjön, Indiából, amin keresztül megy, Tibeten, Kínában nagy szerencséjére találkozik a konfucianizmussal és a taoizmussal. Ez nagy szerencse. Nagy szerencse. Egyszerű és tiszta. Igen, olyan volt a fa mögött az a rés, ahol nem voltam. Hát egyszerű és tiszta. Ez is se lehet, hogy mennyit szerel énekeltük, vagy elmondtuk, hogy egyszerű és tiszta, de hát az addig csak szó ja, hát tudod, mi az egyszerű és tiszta? Ja, persze, egyszerű az nem bonyolult, a tiszta meg nem koszos. De mikor fölfogod az, hogy benézek a fa mögé, hogy ott vagyok-e, és nem vagyok ott. mi, van ott? Hát van, mi egyszerű és tiszta. Egy fa van ott, meg semmi. Úgyhogy ez, a, ez, ez felelősség, tehát hogy, hogy gondolja meg kétszer, aki, aki gyakorolni, mert marhára fogja látni saját magát. És, és valamit ebben, majd kezdeni, kezdeni kell. Nekem most még többször, én még most többször nem tudok vele mit kezdeni, mint, mint, tudok. Tehát, hogy bár ne látnám. Nem tudom. Azért járok ide, mert nem tudok jobbat. Tehát, hogyha tudnék jobbat, akkor oda nyilván. Vedd már észre magad. Van egy ilyen szólás, vedd már észre magad. Ez is egy ilyen, ilyen dolog, hogy, hogy, hogy észreveszem magam, tudom, hogy mit csinálok, bocsássatok meg, nekik nem tudják, mit tesznek. Hát dehogy nem tudják, hát hogy szök, kalapács, kereszt, mint, hát úgy minden ott van, tehát hogy tiszta a képlet. De hogy valóban mit tesznek, azt nem tudjuk. És akkor csak később megbölcsülünk, megöregszünk, rájövünk, kianalizáltatjuk ki, és akkor rálátunk, hogy nem lehet ez abban a pillanatban, sőt, megelőzni. Elvileg lehet. Szóval ved már észre magad. És ez a jó pillanatokra is vonatkozik. Hát ott is meg tudom előrizni. Ja, most Horvátban nyaralok hagyjatok, most egy kicsit zenki kapcs. Most jól érzem magam tök jó. De ki az, aki jól érzi magát, milyen áron érzi jól magát, hánytól hányig érzi jól magát, kiknek a társaságában érzik jól magát, érzi jól magát. Csak egy gyors csekk. Ezt mondjuk nem értem, mert Szumszánszonyim azt mondja, hogy ne csekkold az elmét. Úgyhogy egy újabb paradoxon. Úgyhogy ne csekkold az elmét. Mi történik meditáció közben? Verbalizáció, vizualizáció. Ez megint egy kicsit ilyen, ilyen technikai konyha-kotnyelesség, aminek nem biztos, hogy a szúgyimok fognak örülni, de mégis árulkodok. Ugye hogyan gondolkodunk, vagy képeket nézegetünk? Ugye ülünk nyitott szemmel, nézzük a világos barna laminált antik fenyőutánzat padlót, és közben arra gondolunk, hogy a kocsi megint koszos. Csupa csoki a hátsó ülés. ez hihetetlen. Tehát megmondtam nekik ezer hogy ne szálljon be kocsival, és akkor csoki És akkor jön ugye a verbalizáció mellé, vagy csak nem jön. Vagy csak nem jön. Felnőtt filmeket nézek magamban, mert érzem, hogy most annyira erős bennem a vágy, hogy ezt nekem most végig kell néznem, aztán majd végre is kell hajtanom. Vagy, tehát hogy ez megy, és akkor mi a valóság, nagyon egyszerű, és az eszköz is nagyon egyszerű, egy világos barna utánzat laminált padló. Itt van előttem, tehát nem kell a kimenni, fölhívni, kifizetni, tere -tere -tere, csak csekkolom, hogy N -n -n, nem az van, ez van. Oké, tehát a vizualizációt nagyon egyszerű kikapcsolni. Én Na mindegy, nem akarok tanácsokat adni, nekem másfél év volt, mint kivettem így a látásból az energiát, de aztán nagyon örültem. Jön a verbális dolog, az meg a tütyütyű. Hogy folyamatosan megy, folyamatosan megy, hogy jó, de, majd, de most nem gondolkodom, mert ugye dokhesszőim azt mondta, hogy akkor. Ugye, nem tudom, mert akkor majd ugye úgy fogok itt ülni, hogy nem gondolkodtam, és akkor milyen penge lesz ez a bevezető. Viszont azt mindenképpen el fogom mondani, hogy apám a tudományos alkoholizmus megalapítója csupi, ki. Ugye ez a, ez a, ez a történt. És akkor mi, mi, mi történt? Hát egyik eszköz ugye a padló. Tehát, hogyha valóságot akarom, akkor csak tudatosítanom kell azt, hogy ez egy világos, barna, laminált padló. A verbalizáció talán egy kicsit nehezebb. Én egy ilyen csípőfogot szoktam hozzá használni, hogy elindul az a mondat, hogy igen, dokhasszonyim azt mondta, Hát ez elég nagy testi feszültsége, járta, tehát kb. most mindenem feszül azon, hogy nehogy még egy hangot kimondja. nehogy még egy szót kimondja. És akkor láttam, hogy ez így nem lesz jó 50 percen keresztül, akkor szépen elengedem, és ahogy elengedtem, szépen folytatódik is a történet. Viszont amikor azt mondta, hogy nem tudom, Megy tovább. Hát ezért jó, ha vannak ezek az eszközök, mert akkor ilyenkor ugye hangot tudom használni, vagy megy benne a mantra vagy, vagy a nagy kérdés. És akkor ezek által vissza tudok zsilipelni. Azt mondják, hogy nincs rossz meditáció. Tehát az, hogy már eljöttél ide, és leültél, ha 5 perc után kimész is, és soha többet nem jössz vissza, már akkor is voltál itt, és tettél valamit azért, hogy ez a minőség, ez javuljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Végezetül azt szeretném kérni, hogy a vércukrotokat tartsátok 7% alatt, és további jó gyakorlást kívánok, és megvilágosodást mindenkinek.